A 2020-as évben talán az egyik legjobb árértékarányú fülhallgató, ilyen TVS fülhallgató, amit bemutattam, az nem más volt, mint az Irfan Air, ami szerintem nem csak engem lepett meg, tekintve, hogy Lacinak a videójának a címe az egyértelműen azt mutatja, hogy bizony ő maga is, hát mondjuk azt, hogy magasra helyezte a kis listáját. Én is pontosan olyan így gondoltam, meg is említettem a videóban, egyetértek Lacinak a címével, ez a fülhallgató tényleg varázslatosan jó, annyi pénzre, amennyire árulják. És az Irfan azt mondta, hogy mi itt még nem állunk meg. Nekünk szükségünk van valami másra, valami frissre, valami olyan dologra, amivel be tudunk robbanni a köztudatban még egyszer, és megcsinálták. Hölgyeim és uraim, bemutatom az Irfan Pro-t. Az Irfan Air Pro-t, hogy pontos legyek. Ez itt, hölgyeim és uraim, nem más, mint az Irfan Air Pro-nak a kis töltődobozom, meg benne nyilván a kettő szára. És az első dolog, amit észrevettem, így kivettem a csomagolásból, megnézegettem, mondom, ennek semmi köze nincs az előző generációhoz, ez egy teljesen új termék. És nagyon furcsa volt, a tesztidőszak alatt arra jöttem rá, hogy ők nem egy feljavított, komolyabb modellt adtak ki az előző helyett, hanem csináltak egy másik terméket, és egyszerűen csak mostantól Pro-nak hívjuk. Mindjárt elmondom, hogy miért. A töltődoboznak a kialakítása az egyezében megváltozott. Eddig álló helyzetbe így bele kellett szlotolni a kettő darabunkat, ez most inkább az a függőlegesen nem túl nagy, de ez egy ilyen lapos elterült akármisna, amiben benne fekszik a kettő fülesnek a szára, és annak a dizájnja az valami teljesen más. Tehát ez a dizájn, ez szerintem még kifejezetten jól néz ki, nagyon kis modern, ilyen szögletes, tök menő, mint valami gamer termékes, és nem az. Ugye nem az? Illetve maga a tok, nem csak hogy ugye másod a formája, de elveszítette az én egyik kedvenc funkciómat egy ilyen eszköznél, a vezeték nélküli töltést, annak ellenére, hogy ennek most sokkal nagyobb az alja, tehát ez sokkal nagyobb felület lenne a töltésre, ez most valamiért nem képes rá. Ez pedig engem eléggé elszomorít, hogy azt mondjam, mert én az előzőnél baromira szerettem azt, hogy csak így rá tudtam rakni egy kis töltőmre, és felzsúzolt este. Hála Istennek, USB-C port van a hátulján továbbra is, szóval itt nem csípelték ki a dolgot, és ez dicséretes továbbra is. Illetve van kint egy ilyen töltésjelző indikátor ledünk, valamint, hogyha felnyitjuk a fedelet, akkor bent találunk még egy ledet, alatta pedig egy gombbal, ami azt jelenti, hogy ezt a gombot hosszan nyomjuk, akkor ugye párosítás üzemmódot tudjuk rakni a füleseket. Valamiért azt vettem észre, hogy egyre több ugye fülhallgató jön ki, és egyre bonyolultabb őket átpárosítani egyik eszközről a másikra, szóval örülök, hogy itt ilyen indokatlanul baromi egyszerű. Vegyük ki ezeket a szárakat. Nagyon vicces. Igen. A legelső dolog, amit az ember észre fog venni, az az, hogy ez a fülhallgató, ez bizony közelségérzékelővel van szerelve. Pont úgy, mint az AirPods-ok, hogyha kiveszük őket a fülünkből, akkor megáll a zene. Ez pedig egy fantasztikus funkció. Azonban ez a közelségérzékelő, ez így számomra ilyen 80%-ban szuper. Most ugye áll a zene alapból, kiveszem a fülest, továbbra is áll a zene, és most visszarakom, akkor elindul. Ez azért is vicces, mert hogyha ki van kapcsolva a fülhallgatónk, benne van a dobozban, és mi csak így berakjuk őket a fülünkbe, egyben elindul a zene. Vagy lehet, hogy nem a zene, hanem az utolsó videós vagy zenés tartalom, amit néztünk a telefonunkon bárhol. Szóval én már találkoztam például múltkor azzal, hogy hát akkor mondjam, elmegyek akkor gyorsan kajáért, berakom addig a fülest a fülembe, hallottak egy kis zenét, berakom, így elővenném a telefonomat a zsebemből, és addigra már szól a fülembe egy YouTube videó, amit tegnap este néztem, mondom. Oké, de nem szeretnék leragadni a videó végéig ennél az egy funkciónál, ugyanis van egy másik funkció, ami miatt ugye a termék megkapta a Pro elnevezést, ez nem más, mint az aktív zajszűrés. Ez az aktív zajszűrés pedig, hát ha engem kérdeztek, talán az egyik leggyengébb, amit eddig tapasztaltam. Nem azért, mert hogy zajos vagy ilyesmi, hanem egyszerűen sokkal kevesebb zajt szűr. A Happy Plugs, ami eddig szerintem az egyik legjobb aktív zajszűrés füles, amit próbáltam, a Happy Plugs volt egy ilyen mondjuk 8 a 10-ből zajszűrés terén, ez egy ilyen 4-4,5. Nyilván tudom, ez egy olcsóbb fülhallgató meg minden, de tehát ugye viszonylag olcsóbb daraboknál is az aktív zajszűrés az ennél egy kicsit jobb szokott lenni, és gondoltam mindenképpen megemlítem, mert ez az egyik fő ilyen eladási szempontja, hogy hé, aktív zajszűrés meg minden. És tekintve, hogy az aktív zajszűrés általában azt jelenti, hogy 3 fokozatunk van, kivéve, hogyha pamukvájatnak hívnak téged, kedves fülhallgató. Ez a füles is a 3 funkcióval rendelkezik, az aktív zajszűréssel, a kültér felerősítésével és a kikapcsolt zajszűréssel. Azonban itt valamit meg kell említenem,
a csaj, aki belemondja ugye a fületekbe, hogy milyen funkciót használ a képen, egy ilyen nagyon kristálytiszta ambient sound és noise cancellation. És amikor a normál módot kiválasztjátok, akkor így normal mode. Ezt a funkciót egyébként úgy éritek el, hogy háromszor hozzáértek a bal oldalhoz. És nekem az egyik legnagyobb problémám a kezelésével ennek a headsetnek, hogy nem tudom, hogy pontosan hol érzékel. Mert nem nagyon érződik, hogy valahol lenne ez az érzékelés, hogy pont az alját például hiába nyomkodom, ott nem történik semmi. De nem is tudom pontosan a tetejét nyomni, hanem egy kicsit így lejjebb talán, fene se tudja. És akkor, ha már itt vagyunk, akkor beszélünk az irányításról, ami elég alapra sikerült, tehát egy-egy kattintás nem csinál semmit, helyes, nem lehet véletlenül bizezgálni a dolgokat, hogyha így hozzájutok a fületekhez, ez király. Kettő kattintás, az úgy működik, hogyha megnézzük akkor a jobb oldalt, elindul a zene, vagy egy pillanat megállítózom, szuper. A másik oldalt, az a bal oldalunkon, ez az asszisztensünket fogja előhozni. Szervusz, drágám! És a három kattintásért tudjuk, hogy a bal oldalunkon az a ANC-nek a három fokozatát fogja előhozni, míg a jobb oldalt előre tekerünk. És ennyi. Nem lehet visszafelé tekerni, nem lehet hangerőt szabályozni, szóval... Oké, de nyilvánvalóan ezen nem fog annyira fönnakadni, tekintve, hogy a telefon ott a zsebetekben, amihez bármikor hozzá tudtok nyúlni, hogy hangosítsatok. Az én esetemben én tudom ezt csinálni akár az Apple Watch-nak a koronájával, igen, én ennyire menő vagyok. De valljuk be, ennél sokkal fontosabb az, hogy hogyan szól maga a fülhallgató. És a véleményem szerint kifejezetten jól. Mármint ezt most úgy értem, hogy ez a tipikus, egészen jó, telt, öblös hangzás, kicsit jobb hangosúlyjal a mélyeken, de egyáltalán nincs eltolva szerintem semmi. Hangos hangerő hallgatva sem torzul és folynak össze a dolgok. Nyilvánvalóan nem lesz egy audiofile, audiofile, banyarul, bocsánat, élmény. Tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, ami így le fog titeket ültetni a székbe, és azt mondjátok, hogy oh my! De hogyha csak egyszerűen egy jól szóló fülhallgatót kerestek, akkor garantálni tudom, hogy ez az lesz. És kombinálva azzal, hogy van benne aktív zajszűrés, mi akkor se, hogyha nem a világ legdurvább aktív zajszűrése. Az, hogy az üzemideje, ha hihetünk a doboznak, akkor ő azt mondja, hogy 9 órán keresztül megy egy szár, ez inkább ilyen 7 óra, de az is szerintem félelmetesen jó, és maga a töltőtok az még plusz 30 órát tud tölteni a fülesekbe, szóval what? Mindemellett képes bármelyik füles egyesével működni a fületekbe, tehát hogyha csak az egyiket rakjátok be, legyen az a bal vagy a jobb oldal egyesével tud működni, és akkor az csak ő benne szól a cucc. Nagyon szuper. Ugyanakkor IPX5-ös vízállóság, ez inkább cseppállós, de az a lényeg, hogy tehát, hogyha vizes lesz a fejetek, akkor nem fog belehalni a fületekbe. Szintén egy fantasztikus funkció. Hogyha videót néztek, akkor nem lesz késés, szóval ilyen téren sem volt vele problémám. És az utolsó dolog, ami még nem lett szóba hozva, az a mikrofonoknak a minősége, amit ugye most hallhattok. Ilyen hangja van, hogyha valakivel esetleg telefonáltak. Szerintem ez sem borzalmas, bár hogyha az, akkor sem hiszem, hogy ez egy akkora dealbreaker lesz a legtöbb ember számára. Lehet, hogy néhánynak igen, de biztos vagyok benne, hogy nem mindenkinek. Irfan Air, mit tudok elmondani erről a kis eszközről? Véleményem szerint egy baromi jó füles, és hogyha tényleg nem akartok túlságosan sokat fizetni érte, akkor itt van a termék, hölgyeim és uraim. Az Irfan Air Pro 25.000 forintért lehet a tiétek, azonban, hogyha használjátok a leírásomban található kódot, akkor 20.000 forintért a tiétek. És szerintem a 20.000 forint az egy olyan ár, ami igencsak kecsegtető, hogyha figyelembe vesszük, hogy mi mindennel rendelkezik. Drága Irfan Air Pro barátunk. De én ennyi is lettem volna a mai napra. Szeretném megköszönni a figyelmet nektek, illetve szeretném megköszönni az Irfannak természetesen, hogy eljutották hozzám ezt a fülhallgatót. Nagyon szórakoztató egyébként, hogy ők egy olyan cég voltak, akiknek a hangszoróját megkaptam, azt mondtam rá, hogy wow, ez rohadt jó. Majd kaptam tőlük fülhallgatót, és azt mondtam, hogy wow, ez rohadt jó. És csak most esett le, hogy szerintem róluk még túlságosan rosszat nem tudtam mondani, mert jó termékeket csinálnak. Ki gondolta volna, hogy ilyet is lehet csinálni. Szóval, ami bennetek tetszik a termék, linkot lesz a leírásban, az említett kóddal együtt, ne felejtsétek el használni, mert ingyen pénz nektek, szóval, yeah. Én pedig meg szeretném köszönni nektek a figyelmet még egyszer, és következő videónál is újra találkoztatunk, amikor is valami más termékkel fogunk foglalkozni. Most még hirtelen nem tudom, hogy ez a videó mikor megy ki, szóval nincsen... Legyetek jók, és sziasztok! Hú, de szét vagyok hullva, te jó ég!